Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozatának néptáncszakos növendékeinek műsora nyitotta meg a Városi Galéria legújabb kiállítását csütörtök délelőtt. A tárlat a testvérvárosok művészeit bemutató kiállítás sorozat része. Németh Erika kurátor baráti kapcsolatban van Bogdán Hubállal, és amikor lehetőséget kapott az ukrán művészet bemutatására, azonnal az egyetemi tanárra, professzorra, Ukrajna díjazott művészére esett a választása. Mint mondta, sokrétűségét bizonyítja, hogy az ősi, rusztikus elemek mellett a művész sajátos látásmódja is megjelenik az alkotásokban. A textil szívem csücske is, tehát minden, ami művészet. Úgyhogy rögtön közvetlenül tudok kapcsolódni hozzá. Nagyon szeretem a rusztikusságát, nagyon szeretem azt, hogy nem csak a hagyományos, kicsit determináltabb, iparművészeti, tárgyszerű művészetet hoz létre, hanem túllép, és ezek önálló műalkotások a képzőművészet területén is megálló, sőt, kiválóan megálló műalkotások, absztrakt, érzékeny művek. Tehát itt jóval többet látunk, mint egy hagyományos textil. Itt látunk szabálytalanságokat, megnyúlásokat, kinyúlásokat, különböző anyagok applikációját, szorítást és elengedést, szóval minden, amit érzelmekről lehet mondani, azok megjelennek ezekben az alkotásokban. A szánypróbálgatás egy színház belső terének megalkotásával kezdődött, azóta a textil művészet szerelmese. Most elsőként van önálló kiállítás Magyarországon, ide a lelkéhez legközelebb álló alkotásokat hozta el, például ezt a 2 méteres textil csodát. 2004-ben, amikor a Majdanon voltam, láttam, ahogy az ukrán nép kifejezi saját akaratát, hogy ők mindenképpen Európa felé szeretnének menni. Ez az ő igazi hazájuk, ahol meg tudják valósítani a saját életüket. Ezért ez az egyik kedvencem, a Feltámadás energiája című alkotás, amely ezt az érzelmet, ezt a népi akaratot tükrözi. Ez és a másik 14 goblen, valamint a 30 pasztelfestmény szeptember 2-ig tekinthető meg a Nyíregyházi Városi Galériában.